A Dunántúl egész részéről érkeztek pedagógusok, egyetemi oktatók és szakképzésben dolgozók kedden délelőtt a Városháza dísztermébe, hogy olyan előadásokon vehessenek részt, melyek segítségével könnyebben tudnak tanácsot adni az érettségi után lévő diákoknak, vagy éppen a pályát váltani vágyó felnőttek számára. Pályorientációról szól ez a mai konferencia, és ezzel kapcsolatos támogatás, segítségnyújtásról az iskoláknak és az iskolákon belül pedig a diákoknak. És hát valljuk be, hogy ez egyik legfontosabb kérdés, hiszen az is célja lenne a tudás átadása és a nevelés mellett egy oktatási szakképzési rendszernek, hogy abba az irányba tudjuk segíteni, döntést hozni az adott fiatalt, ami őt a legjobban érdekli, hogy a pályaválasztása később majd a munkaerőpiacra történő belépés az azt szerint történjen, ami valóban az ő érdeklődésének megfelel. A programon egy új internetes platform bemutatására is sor került, ami a pályakeresőket segíti az elhelyezkedésben. Pályorientációs jó gyakorlatot hoztunk létre. Ennek a keretében 7 szervezet leült egy asztalhoz, és a diákot, mint közös érdeket figyelembe véve egy platformot alkottunk, ahol a szülők, a tanulók, a középiskolások, általános iskolások, de még a munkáltatók vagy a felnőttek is, akik oktatásban szeretnének részt venni, tudnak tájékoztatást kapni a lehetőségekről, és így egy helyről tudnak elérni mindent. A konferenciát az Európai Szakképzési Hét keretén belül szervezték. A megnyitó után előadásokat és szekcióüléseket tartottak a köznevelést és a szakképzést érintő legaktuálisabb kérdésekről.